Üdv! Folytassuk Mária kalandjainkat! Annyira vártam már, hogy ezt egyszer elsütessem. Ez az. Sziasztok, Wiser vagyok, és ez a Mario Adventure második része. Na már most. Hogyha jól emlékszem, akkor ott hagytuk abba, hogy megpróbálom megkeresni ezt a kulcsot, ahová el kell jutni. Tehát fogalmazok meg újra. Tehát föl kéne szedni a kulcsot. Pont. Ennyi. Kulcs. 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 Kell a kulcs. Na. Úgyhogy mi szépen tovább megyünk. Na, megint itt vannak a... Itt vannak a kollégák. Na, ez egy szép tonal, hogy de elkezd... Elkezd... Így pattogni. Méretes nagy tömegével. Wow. Hát így gondoltam, hogy... Nem vesszük föl. Na. Csillag. Szerintem ez rögzítve van, hogy... Hogy végül is... Mire gondolnak így rejtett tájként, amit így kapsz. Hát nem is rejtett, de értitek, mire gondolok. Áú. Mondom, itt el kell menni szépen fölfelé, amúgy, hogy jól emlékszem, akkor az volt kírva, hogy két domb között valami ilyesmi volt a rejtett blokk, vagy kulcsa kapcsolatban. Megpróbálok nem segítséget kérni, maximum meg fogom vágni azt, kuribócipője, szóval meg fogom vágni azt, amikor keresem a kulcsot, és már olyan pályákon vagyok, ahol még nem voltam. És akkor is senki nem veszít semmit sem. Max csak azt fogom mutatni, hogy ez az megvan a kulcs. Hú, de sokat bősz. Ezt a csőt megnézzük. Az a cső nem működik. Ugye, belepattogtam. Ájj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 
Nem, csak az a kettő. Az a szép volt. Na, ez itt csúnya lesz, szóval megvárjuk, amíg ez... Nem hagyjuk, hogy ez a rugaszbári kelófejű gömbbe így bezavarjon. Úgyhogy ne pattogjak le róla, úgy van. Na. Azt ott nem is hittem volna, hogy eltalálom. Főleg annak tudatában, hogy nem is tudtam, hogy az ott van. Áú. Ugye ez nem egy csapda. Nem, csak egy... Ugye ez nem egy csapda. Ezekkel kezd gyanússá válni. Mindegy, hagyjuk. Áú, lehet, hogy ide nem kellett volna bejönni. Hó, mi ez? Mit csináltam? Most este van? Nem tudom mit műveltem. Hát én most mit csináltam? Átalakult a szellemi? Nem. Ez mire jó? Gőzöm sincs, hogy most mit csinálok. Ez el fog itt tartani olyan jó 85 részig. Hogy nézel ki, Mário? Nem vagy te ilyen retro Mickey egér. Egy tudok forogni. Aha! Ez ilyen helyében támadás. Érted? Tehát forog nélkül forgok. Ki tudnék forogni pár dolgot, mondjuk ez emlékeztet engem meg a top spin-es fegyverére. De jó, fogadjuk el. Na, várjuk, így le tudom mi forogni? Nem tudom mi forogni. Tehát két domb között. Olyan blokkon, amit nem láthatunk. Nem vesszük fel. Mégis. Le is kéne jutni valahogy.
Gyanús, hogy az ott nekem rejtett blokkokat tartalmaz valahol. Vagy... Nem lehet így simán lemenni. Nem, semmi nincs itt. Akkor ennek ott... Hogyan lehet itt... Nem lehet kilépni a pályáról? Nem lehet. Ha! Szóval itt hogyan jutok le? Itt is már leugrani nem lehet. Tudom, ma nem lehet. Most mit csináltam? Mi van? Ez kell ki az? Jó. Oké. Okay. Jó. Jó, nem tudok már mit mondani. Jó, ha? Miket fogok meg itt produkálni? Hát azt föl nem szedjük. Ezt kiütjük. Így. Ez itt... 50 pénz. 50 pénz. Jó, ha van, mert úgyis már csak 656 darabban is ki tudja, mikor kell költeni. Összedjük. Nem lehet így cserélni. Akkor inkább nem szedjük föl. Na, kiforogjuk mi. Mondom, kiforogjuk mi. Hát az. Lepottyant. Na. Téged is régen láttunk. Rá fogok jönni még pályához. Tudja, hogy valami... egyszerű helyen van, és csak én komplikálom túl, de majd... rá fogunk jönni. Ez a P betű. EP... Európai Parlament. Nézzük. Hát ez hova a fenébe vitt? A minden itt. Lehet, hogy ez egy kicsit bonyolultabb pályának tűnik, mint ami ténylegesen az. Respawnoló ellenfél? Tényleg? Hát erre nem számítottam. Meg kéne kiütni mindegyiket. Hát szóval ez átüt ide a következő... Aha, szóval ez mégiscsak... egy pálya résznek számít. Na, akkor is kiforgatjuk. Úgy van. Ennek sok értelme nem volt. És hogyha mi ezt ott kiütjük, nem úgy kéne kiütni. Tudja, ki lehet ezt így ütni, csak ide rakjuk. Aha! Tovább lehet jutni már is. Két domb között, szóval... arra kéne figyelni. Korán! Na. Most elmenjünk ide föl, mert herevosolás. Na. Azt ott nekem meg kéne nézni, hogy most azzal mit érünk el. Ez most... erre kíváncsi vagyok. Tudod, hogy semmi extra nincsen itt. Francba. Elnéztük az időzítést!
Ennyi? Csak pénz van itt. Pénz, mindenütt. Pénz, pénz, pénz. Még van majdnem van 1000 darab. Gyere már ki onnan úgy. Ugye azt mondta, hogy két olyan kis dombocska között van. Na. És ugye azt írta volna, hogy a világ alján. Szóval ebből én arra következtetnék, hogy valamelyik alsó pálya lesz a három közül. Annyi csillagom lesz, amit nem bírok elhasználni. Szóval három pálya valamelyike, legyen mondjuk a középső. Itt rémlik nekem valami, és ugye már tudom, hogy így simán be kell esni hátulra. Mondom, be kéne esni hátulra. Tehát, hogy itt kéne beesni hátulra. Nem tudok beesni? Hát, hogy így kéne. Jaj, bocsánat. Elfejtettem, hogy egy blokkal lejjebb. Szóval akkor itt kell. Azt hiszem, hogy itt van egyből a legalja, de plusz, amíg kezdtem, szóval itt lejövünk. Ahogy van. Szóval itt eléggé sok ilyen dombszerűség van. Szóval ezeket kellene figyelnem, mert itt rémlik, hogy legalább 4-5-6 ilyen dombszerűség van, de hogy egymás mellett hol az nem rémlik. Megnézzük ezt a pályát, értitek, hátha. Hát így nem lesz meg, hogyha lepattanok. Szögdítsenünk 1-2-3-at, 90-et. Ah, nem kéne rámessen. Állj meg! Mi van? Itt van kettő egymás mellett. Hogyha itt lesz a kettő között, hát mondjuk lehetséges. Nézzük. Mi a lassan? Jó, nézzük. Jassz! Jassz! Megvan az első kulcs, hihetetlen. Na, akkor innentől már csak elég befejezni ezt a pályát, meg kijutni a boss fighthoz már megint. Na, azt viszont tudja, meg fogom vágni. De így nem, hogyha leesek. Szóval nem kéne lepottyanni, meg lepattanni sem. Tegye meg pattogó Gerált. Boing, boing! Nem. És ide vissza tudok menni? Ezt megnézzük. Visszavezet oda? Szép lenne, ha megint... Ugye nem fog két kulcsot számolni. Nem, jó van. Eléggé hülye helyen volt, de logikus végül is. Jó, hogy emlékeztem arra, hogy itt eléggé sok ilyen szemes domb volt. Intézzük el ezeket. Ha, inkább nem. Át tudok ülni a falakon vele. Az úgy jó, nagyon jó. Na, intézzük el ezt a boss fightot már megint. De én nem, hogyha a frameskipet nem nyomom ki. Gratulálok magamnak. Na most már tudom, hogy ez a kulcs megvan. Így van. Nyissuk ki, ezt elvileg ki lehet. Úgy. Óhú, ez már kezd nagyobbnak tűnni. Na mindegy, akkor ennyi lett volna a Mario kalandok második része. Találkozunk a harmadikban. Addig is turos táska, sajtos kifli és sós perec. Sziasztok!